Sziasztok, drága szerelmeim! Elsősorban nagyon-nagyon boldog karácsony szeretném mindenkinek kívánni, áldott ünnepeket és nagyon-nagyon boldog új évet. Amúgy, hogyha a nevetgélés hallatok a háttérben, akkor az édesanyám. Igazából ez a videó nem a karácsonyról fog szólni, hanem erről az évtizedről. Vagy igazából 8 évről, mert úgy 2010-től 11-ig nem nagyon történt velem semmi. Meg igazából naplóba se írtam akkor még. Valamint képek sincsenek fenn a Google fotókról, szóval nem igazán emlékszem, hogy akkor mi történt. Ez volt. Hogy kell kikapcsolni? Nem így. Szóval 2012-től fogom mondani, mert amúgy nem igazán emlékszem semmire. 2012-ben iskolát váltottam, és eléggé félve indultam neki az 5. osztálynak. Sikerült beilleszkednem, és mindent okés volt. Megkaptam karácsonykor a kis cicámat, akinek nagyon-nagyon örültem. Szóval itt láthatjátok a régi kis piscicát, aki nagyon kis cuksi volt. Ja igen, 2012-ben lettem nagy ilyen Szent Johanna gimi fan, ami azt jelentette, hogy minden könyvet első kézből kellett elolvasnom, amikor megjelent nekem, már akkor olvasnom kellett. Rengeteg cuccom volt, vagy ilyen táska, telefontok, minden ilyesmi. És mindig küldözgettem apukámnak, hogy ezt kérem, ezt kérem, ezt kérem. Szóval igazából így teltek a napjaim 10 évesen. Ilyenkor kezdtem el kb. Videósokat nézni, de csak pam kutyájékat, azt hiszem, mert még nem volt ilyen nagy cucc itt még Magyarországon, inkább ilyen 13-14-ben kezdett el, azt hiszem, ilyen nagy dolog lenni a videózás. 2013-ban megismertem a drága fiaimat, akiket azóta is követek, és azóta is a szerelmeim, és azok is lesznek örökké. Vagy akkor kezdtem el így videósokat nézni, például a kedvenc videósomat, Lucky T is 2013-ban kezdtem el nézni, és azóta is erősítem a lakisták táborát. Hát igazából éltem a kisiskolás életem, töltöttem le a drága szerelmeimről 900 millió képet. Azt hiszem, ilyenkor ismertem meg a Tumblr-t 12 évesen, úgy érzem, még nem voltam felkészülve rá. 2014-re ugorva nagy lázban égtem, mindenem volt a YouTube, akkor ismertem meg a legtöbb videós, és akkor ismertem meg például Gerdát, meg Lizát is, szóval az ilyen internetes barátaimat, a legnagyobb felét legalábbis. Hát ilyenkor nagyon nagy fan voltam, mindennek nagyon nagy fanja voltam. Éjjel-nappal csak videósokat néztem meg, azt hiszem, hogy 2014-ben volt megtartva az első OVS, és annyira, de annyira el szerettem volna menni, viszont anyukám nem engedte. És amúgy ezt még mindig nagyon sajnálom, hogy nem mehettem el, mert most már nem olyanok ezek a videós rendezvények, mint régen. 2015. A 2015 év elején volt egy ilyen nagyon durván Farkas Zsolti imádatom. Nagyon sok fogyos képet csináltam magammal, én nem értem, hogy miért csináltam magamról ilyen képeket. Ilyenkor próbáltam ilyen nagyon Tumblr képeket csinálni, ilyen menőket, meg ilyenek, csak hát nekem annyira nem sikerült, mert én ilyenkor ilyen 5 évesnek néztem ki. Mondjuk most is, de mindegy. 2015... Ilyenkor kezdtem el amúgy ilyen képeket szerkeszteni, mert ugye hát elég nehezen tudtam volna találkozni, mondjuk Harryvel, vagy Nayellel, ezért megszerkesztettem a képeimet, és hát az elején nem igazán ment. Most sem mondom, hogy profi vagyok benne, de egy-két kép azért eléggé jól tudott sikerülni, hogyha sokat dolgoztam vele. 2016-ban találkoztam először Gerdával, július 2-án, azt hiszem, és erről csináltam egy videót, és az a legnézettebb videó még most is, ha jól emlékszem. 2016-ban ismertem meg drága Kivi barátomat, akit már legálisan hívhatok Gabónak körülbelül egy vagy másfél éve, nem tudom. 2016-ban kezdtem el a gimnáziumot. Jaj, 2016-ban kaptam meg a P8 Lite-omat, ami egy ilyen telefon. Most is nagyon jó telefon amúgy szerintem. Voltam Playten, azt hiszem. És ilyenkor volt az, hogy Lucky integetett nekem, én pedig ugrándoztam és sírtam. Sziasztok! Meleg vagyok. Peti! Ő is meleg, mert nem fázom. 2017-ben mi történt velem? Azt elfelejtettem mondani 2015-hez, hogy megismertem az egyik legjobb barátomat, Bencét, de mindegy. De az egy olyan jó év volt amúgy. Én ezt úgy szerettem, azt az évet. Nem is tudom, mi történt akkor amúgy. Jó, így 2016-ban tették fel az első fogszabályzómat. Bocs, hogy visszaugrálok.
Úgy, itt vannak videó ötletek. 2017-ben kaptam meg még az első fényképezőgépemet, és az utolsót is eddig, akit úgy hívnak, hogy krumpliposzok, és Kivi nevezte el, és őt még mindig boldogan használom. 2017-ben jött még ki Harrynek a filmje, vagyis hát hogy a film, amiben Harry szerepel, és azt néztük meg együtt a barátaimmal, és ez nagyon csodálatos volt. Amikor mentünk nyaralni Gerdával, vagyis hát, hogy elvittük Gerdát nyaralni, és az nagyon szuper volt. Voltunk Veszprémben is, ugye én ott születtem. 2018, na arra már jobban emlékszem. 2018-ban lettem ilyen nagyon rosszul, ilyen április körül, mert pánikbeteg lettem. Ez azóta már nagyon sokat javult. És erről majd fogok csinálni videót, miután kijártam a sulit, mert nem szeretném belőle problémát. Meg nem tudom, én nagyon egyedül is éreztem magam. Nem mindegy, aztán elmentünk Görögországba nyaralni, és ott már sokkal jobban lettem. Nagyon-nagyon jó volt. Aztán még dolgoztam egy hónapot júliusban, és elmentem Shawn Mendes koncertjére a Szigetre, ami rohadt jó volt. Úristen, nagyon-nagyon jó volt. Ilyenkor kezdődött el az első ilyen komoly kapcsolatom szeptemberben, aminek 2019 nyarán lett vége. Idén ismertem meg még a mostani barátomat is, és hát ő rengeteget segített nekem, és nem tudok eléggé hálásnak lenni szerintem a családomnak, meg neki, meg így barátaimnak. 2018-ban született meg az unoka öcsém, Benti, aki a legcugibb kisfiú az egész világon. Ennyi. Most csináltam a német középfokú nyelvvizsgát is. Azt hiszem, hogy tavaly kezdtem még el a keresztényes oldalamat, én pedig ugye a második csatornámat, ami egy dalszöveges videó, ami leginkább a szeretett fiaimnak a dalait fordítom le. És hogyha szeretnétek, akkor kukkantsatok rá. Link a leírásban. Idén érettségiztem németből. Most azért kihívtak, hogy megnézzek egy hal szemet. Ebben az évben került még az életembe egy hörcsög, lekvárka, akit Szülcsímre kaptam Ritától, mert ára nem lehet, szóval átköltözött hozzánk. Így kb. Ennyi, ami történt velem ebben az évtizedben. Remélem, hogy a következő év is csodálatos lesz, és a következő évtized is. Hát a 2020-nak nagyon jó évnek kell lennie, mivel akkor megyek majd Harry koncertjére, és hát ezt hihetetlenül várom, aztán lehet, hogy még Five Seconds of Summer koncertre is megyek. Még egyszer kívánok mindenkinek nagyon áldott békés karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új évet, és találkozunk jövőre. Puszikállak titeket, kedves úristáim! Sziasztok!